A Makó Búdó Klub újabb szép sikerekről tudott beszámolni a közelmúltban, hiszen az ökölvívó szakosztály két versenyzője is dobogóra állhatott. Antal László és Nadobán Alex osztálytársak. Mindketten a Juhász Gyula Református Gimnázium technikum és szakképzőiskola rendészet is tanulói. Edzőjük Kis Ferenc a témával kapcsolatos sajtótájékoztatón stábunkat beavatta a részletekbe. Budapesten rendezték meg Énekes István emlékversenyt, és Antal László és Nadobán Alex mind a kettő harmadik helyezést ért el, de van egy ilyen pikantéria ennek, hogy Laci a tavalyi Európa bajnokkal boxolt, és nagyon, nagyon keményen helyt áll. Mint mondta, az ország minden pontjáról érkeztek résztvevők, több mint 31 esület, mint egy 120 versenyzőjéről beszélhetünk. Antal László a 71 kg-os súlycsoportban boxol és elárulta, hogy jelenleg mire készül, valamint hogy hogyan edz, hogy elérje céljait. A magyar bajnokság nagyon erős mezőny lesz, de igyekszek felkészülni. Tegnap is voltam futni, 16 km-eket szoktam mostanában, emeltem a tétet, de még ezen túl is emelni fogom. Még több zsákolás, box, megfutás. Nadobán Alex a 92 pluszos súlycsoportban vehette a nyakába a bronzérmet. A boxoló televíziónkkal megosztotta, hogy milyen tapasztalatokkal gazdagodott, és hogy milyen tanulságokat vont le a megmérettetésből. Ezen az Énekes István emlékversenyen volt az első ifjúsági ökölvívó verseny, amin részt vettem. Ugye ott már 3 perceket boxoltam, eddig ugye junior korcsoportban voltam, ahol csak 2 perceket, és még arra rájöttünk, hogy ezt nekem ezt a 3 percet még szoknunk kell. Meg is beszéltem az edzővel, hogy erre külön odafigyelünk majd a további versenyekkel kapcsolatban. Én rendészeti szakon vagyok. A rendészeti szakot azért választottam, mert már kiskoromtól kezdve érdekelt maga a rendőrség, és fontosnak tartom, hogy ökölvívásra járok, mivel az ad egy plusz löketet mondjuk az önvédelem órákon is. A Jugyu vezetősége igyekszik mindenben támogatni a fiatalokat, elősegítve ezzel azt, hogy a tanulmányaikon túl a sportéletben is ki tudjanak bontakozni. Mindig örömmel biztosítunk nekik lehetőséget akár edzésekre, akár versenyek szervezésére itt az intézményben, annál is inkább, mert a rendészet és közszolgálat ágazatban elég jelentős érdeklődés mutatkozik az ide jelentkező diákok körében. A rendvédelem ágazatban az önvédelmi oktatás tanterre ágyazott követelmény. Márton Imre, a Makó Búdó Klub elnöke szintén örömét fejezte ki a hatékony együttműködésért. A szakember elmondta, az iskolában folyó rendészeti tanulmányok és a különböző küzdősportok igen jól kiegészítik egymást. Én azt hiszem, hogy itt a Juhász Gyula iskolában különösen szerencsés, hogyha vannak ökölvívók, mert hogyha vannak ökölvívók, akkor és különösen egyfajta rendészeti orientációba vannak, akkor ez azt jelenti, hogy teljesíthetik talán azt a kritériumot is, amellett, hogy eredményeket hoznak az iskolának, a búdóklubnak, a városnak, maguknak és a szüleiknek is, hogy nem csak önmaguk megvédésére képesek, hanem képesek arra is, ami a rendészeti munka lényege, hogy a társadalom tagjait megvédjék. Ez azt hiszem, hogy egy nagyon fontos kritérium, és nagyon örülök annak, hogy igazgató úr partner ebbe, és segíti a gyerekek versenyzési lehetőségét és munkáját is. Antal László és Nadobán Alex a sajtótájékoztatón elmondta, teljes erőbedobással készülnek a jövőbeli versenyekre, arra pedig büszkék, hogy kitartásukkal és eredményeikkel már több jugyus diák érdeklődését is felkeltették az ökölvívás iránt.